A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban csekén ezen a napon fejezte be a magyar nép zivataros századaiból vett példákra épített költeményét, a himnuszt. Ebből az alkalomból idén gazdag programkínálattal készül a Babics Mihály Kulturális Központ. Erről tartott sajtótájékoztatott Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra napját ebben az évben egy igen gazdag program kínálattal bővítettük ki, és nem csak január 22-én az Emléknapon, a Magyar Kultúra napján szervezünk ezúttal eseményeket, hanem egy hetes programsorozattal bővítettük ki ebben az évben a sok-sok általunk kigondolt elrendezvényt. Január 18-a és 27-e között a hozzánk látogatók hat kiváló eseményt is láthatnak. Olyan művészeti eseményeknek, olyan előadóknak, olyan kiállításoknak lehetnek a tanúi, amelyek külön-külön is úgy gondol megállnák a helyét bárhol az országban. Az emlékét keretében számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Ezen az emlékünnepen fellép még többek között a Tarsói Zenekar is, és egy táncházali szeretnénk fűszerezni, és a magyar tánckultúra néptánc hagyományainak a legszebb pillanatait ezáltal is felidézni. Ebben a programsorozatban a lelkükhöz, szívünkhöz egyik legközelebb álló program lesz, egy vasárnapi ünnepi gála műsor, ami azért is fontos a mi életünkben, ugyanis a Babis Mely Kultúrás Központban működő civil egyesületek, csoportok, művészeti együttesek lépnek fel. Felsorolni is nehéz lenne, több mint 20 fellépünk lesz ezen a napon. A társcsoportjaink, a nyugdíjas klubjaink, a művészeti együtteseink, fiatalok és idősebbek egyaránt sok-sok száz fellépő várja majd azt a reményeink szerint biztosan megtelt házat mutató színháztermet, mely annak is a bizonyíték, hogy Szekszárd igenis gazdag a kínálatban, Szekszárdon igenis még a nehéz gazdasági években, időszakban is Ugyanolyan lendülettel folytatódik a művészeti munka és a kulturális tevékenység. Egy-két felvonásos műsorban egy kis szünetet is beiktattunk, mivel olyan gazdag a programkínálat, szexá színe java és a kulturális élet legkiválóbb szereplői mutatkoznak be. A változatos programok a magyar dallamok az európai zenében címmel folytatódnak, majd amit a művészetek házában tartanak, neves előadók kíséretében. Európa legkiválóbb művészeihez tartozó magyar származású és Magyarországra hazatérő művészek lesznek a közreműködői. Ács József, zongora művész és felesége Palatinus Violetta operaénekes, Lozsányi Tamás kiváló organoművészek kiegészülve a magyar és az európai zenekultúra legkiválóbb, darabjait fogja megeleveníteni a színpadon. Ács Józsefről és Palatinus Violettáról annyit kell tudni, hogy ők nagyon sok szálon kötődnek Szexhárthoz. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a akkori lakhelyükön a németországi Esweiler városában is egy liszt társaság vezetőiként a magyar kultúra apostolai voltak. Ez városunkkal is most már egy 20 éves kapcsolatnak a folytatása, és a magyar zeneművészet egyik legkiválóbb eseményeként örülünk adnak, hogy ők hazatértek. Január 27-én szombaton délelőtt 11 órakor szintén a Művészetek Házában nyílik hagyomány címmel a Magyar Művészeti Akadémia festőművész tagjainak kiállítása. Kiváló kiállítással szeretnénk a programsorozatot zárni, ahol a magyar festőművészek legkiválóbb kortárs alkotóinak az előadá, a, a kiállítását fogjuk megvalósítani. Baki Péter intézményünk korábbi vezetője, kurátora szervezésében a magyar kortárs művészet legkiválóbb tagjai fognak szexádon újra kiállítást tartani. Ezzel szeretnénk folytatni a sok-sok éves hagyományát annak, hogy a kortárs művészet legalább három évenként egy teljes repertoárral mutatkozzon be Szexárdon. A művészeti triennálénak egy régi hagyománya van már itt a városunkban, és ezt a sorozatot nem szeretném megszakítani ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy mindenki a magyar kultúra bármely ágáért, bármely műfaráj, műfajáért is rajong, az megtalálhatja a kedvére való programot, ezekben a napokban, január 18 és 27-e között. Kérem, kövessék a Babics Kulturális Központ honlapján és a médiában azokat az eseményeket, amelyel azt gondolom, hogy egy országos színvonalú programsorozat valósulhat meg városunkban is. A programsorozat január 28-án zárul a Monarchia Operet két felvonásos előadásával.